Sziasztok, Black Widow vagyok, és itt az Assassin's Creed 2 11. része. Az előző részben, hát megöltem pár papot, úgymond ilyen hittérítőt. És akkor, hogy nézzük ugye, hol van ez. Ugye már megöltem Villarre de Pazzit. Hát, konkrétan három Pazzival már végeztem. Tojár Jakopóval. És lesz még egyáltalán Pazzi? Azt a kíváncsi, mert lehet, hogy ez volt az utolsó Pazzi, de biztos kell, hogy ilyen Pazzi, de ezek voltak konkrétan a Pazzi vezetők. De még szerintem lesz valami. Ó, és itt van a drága barátunk. Mindannyian haltak. I've never before believed I could desire the death of others so badly. Nor I. Ezio. So, Krozos Padzimak. Thank you for the role you've played in keeping this dream of mine alive a little longer. L'onore è mio, signore. What will you do now, figliolo? There are still others I must hunt, signore. They're already digging their claws into the heart of Venezia. No. La bella Venezia. Then that is where your journey must take you, Ezio. Before you leave us, I have something for you. A gift. This cape identifies you as a friend of the Medici. As long as you wear it, the city guards will be more tolerant of your actions. But be warned, it will not grant you immunity from the law. No, it's you. Che la fortuna favorisca la tua lama. Medici köppeny. Na, jól néz ki. A Medici azok a... Aha, Firenzébe és Toszkánában nem fog nőni a hét. Ez mondjuk jó. Na, már mennyivel egyszerűbb dolgom lesz így. Most már kell menni. Cél. Megcsináltam közben az összes ilyen fejvadász, minden szar ilyen mellékületést. Érdemes amúgy, mert nagyon jó pénzt fizetnek. Konkrétan a céhem, most az a kisvároskám, már rendesen fel van fejlesztve. És vettem úgy egy ilyen fasz a szabját, a mi az kis boltomban, ott a városban. Ott érjél meg amúgy szerintem mindent megvenni, mert ugye, hogy fejlesztjük a boltokat, annál nagyobb kedvezményük lesz, tehát hogyha hármas szintre felfesszük, 15% kedvezmény minden cuccból. Úgyhogy jól tud jönni. És vettem egy ilyen skimitárt. Egyenlőre ez a legjobb fegyver, mert nagyon jó lett védekezni, meg nagyobb a támadása és stb. Úgyhogy vettem már jó fegyvert. Leonardo! Mi dispiace, messer, but he is gone. Maestro Leonardo was commissioned by a Venetian noble to paint some portraits. He paid for the maestro to move his entire workshop to Venezia. It's quite an opportunity. Grazie mille, friend. Na de. Most el kell mennem Velencébe. Apennin hegység. Wow. És itt mi lesz? Vagy csak nem ez a játék vége? Nem tudom. De annyira olyan játék végének tűnik ez nekem. Még azt totálisan nem akarom, hogy vége legyen. Leonardo! Leonardo! What luck! I ever run into a bit of trouble. Let me see if I can help. I know how to fix it, but lack the means to do so. If you could just lift the wagon. Itt van nekem egy csapda érzésem. What is this thing? Eh? It looks like a giant bat. Oh, nothing. Just an idea I've been working on. I could not leave it behind. What is it for? Well, I shouldn't really talk about it. Al diavolo.
I can't hold it in anymore. Ezio, I think I figured out how to make a man fly. Come on, I'll drive. But I haven't even told you where I'm going. Hát, no. Leonardo mindent meg tudott oldani. Rendkívül okos ember volt. Jó, vezessük. A szekret még nem is vezettem. Venezia, such a beautiful city. So many sources of inspiration. Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale. What's wrong? We're not alone. No, they. What's happening? Who are they? Rodrigo Borgia's men. Why? What do they want with us? I think they want us dead. Biztos nem. Le is akarnak adni. Wow. They're trying to climb on board. Knock them off. Hogy kell? Őket lerázni. Ezio, someone's on top. The sharp turns to make the carriage roll. You. Hogy leesett? Watch out. Don't let the carriage roll over. Szállj csak le, haver. Hogy autósokat nem szeresen látni. Ez kurva jó. Úgy csak jó, hogy ilyen súly ez itt. Ezt meg kell adni. Ezt tetszik ez a szekeres csészelés. Van neki még egy ilyet meg? Hát alapból le tudom rázni őket, hogy így felmennek a tére. Szóval, na? Szóval az egyensúly. Mi a franc? Elgurult a szekér. Az hogy sikerült? Rettem igazából csak annyi a... azért, hogy nem szabad tudatosan egy oldalra kanyarodni. Hold on tight! It's going to be a little rough! Hát akkor így felborul a szekér, hogyha egy oldalra nyom. Most mi lesz? Az igen. They are here for me, not you. I'll catch up with you later. És olyan tartsam fel. There! On him! Get in! He'll leave an opening! We work together, Captain! Mondom, hogy lógtam, után sőt ki se lehet védeni. Very, very seriously. Get in front of him. Elég messze van.
like that, but I see that on the record. Remember your training. Sonic. Get no! Andiamo! Én rúgtam ezeket a kurva dolgokat. Move, ragazzi! Remember your training! Now! Just like that fight in Alpha! Capito? Front one. Itt meg szét kell sorozni a frontba. Egyszer csak kifullod. Így meg. Bronzba már. Hol vagyunk? Jó. Római kiruccanás. Új versenyek. Na, mik lesznek azok? Lóverseny? Férdverések életültél. Nagyon jó, több mellékül. Kicsit felturbóztam magam. Hát csináltam egy ilyen festést most. Ez tetszik ez a... Hát ilyen feketés... szín. Annyi pénzem volt, hogy mindent megvettem, minden fegyvert, Ezio, meg páncélt egyenlőre. Én megvettem már az összes épületet, szóval azt majd bemutatom. De majd úgy gondoltam, hogy úgy fogom bemutatni, hogy az összes cuccot, meg mindent így megszereztem már. Nézzük, mit akarsz. Thank you, Ezio. You saved my life. I did what had to be done. You would have done the same. I doubt it. Bravery is not my strong suit. I owe you a debt, brother. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! That's our traghetto. Venezia waits. Where's your pass? What pass? You don't have a pass? You cannot enter Venezia without a pass. Who invited you? Nobody. Basta! No pass, no entrance! Don't worry, Leonardo. I'll come up with something. Don't just stand there! I need help! Ki ez a csaj? Ez hogyan jön képbe? Nincsen meghívom, akkor mentsen meg a csajt. Jó, hát akkor úsz. És akkor már tudok ilyen hajót is irányítani? Aha. Ők már asszonyom. És hogy kell? És mi a francot csinál ez? Ez most mi van? Ja, hogy a shift-tel megyek előre. Nem a W-vel. Aha. A francba. Érdekes egy irányítása van ennek. Jövök már! Madonna. Oh, you're good. The ladies must like you. Hogy került ide? Tudod, ez volt törbe csalás. Only to help someone in distress. Which is exactly why you press. Mi a leírása? Folly grófnéja. Hmm.
and you are, Messer? Auditore, but please, call me Ezio. I'm Caterina. Now, Ezio, we must find you suitable reward. Do you have any suggestions? There is perhaps something you could help me with. I'm all ears. Hát ahogy felfedeztem ezt a környéket, ez a Forli, hát elég ilyen busy város konkrétan, mindenhol víz van, és itt a környékén. Merre kell menni? Csak itt egyenesen. Itt egy ilyen busy település ez. Mondhatni. Erre nem lehet menni mi. Akkor erre megyünk. De lassan forog. Húz és evez, húz és evez, húz és húz és húz és evez. Hogy ő a királynő is ennyire leszarták, hogy senki nem jött a megmentésére, ez milyen már? Yes, signora. Whatever you say, signora. He won't trouble you anymore. I took care of it. Thank you, Caterina. Perhaps we'll see each other again. Should you ever find yourself in the city of Forli, it would be my pleasure to welcome you. No. I look forward to enjoying your hospitality. No. Csak megmentette és már elcsábította Ezio. Please accept my most humble apologies, Messere. Had I known... It's quite all right, my friend. Tutti a bordo. Mit jelent az? Az tiszta olyan, mint Geralt a Witcher, vagy így elég egy megmentés neki, vagy bármi, és akkor már elcsávítja. Hát, na. Az ilyen főhősök direkt ilyen sármosok, mondhatni. És van ott egy... Mivel tovább mennék, van itt egy ilyen kripta. Azt azért meg akarom nézni. És csak hova jöttünk. Mint egy ilyen tiltott területre gondolom. Rokkodív. Rovildin. Kés, és hogyan kell? Jó, csak itt van. Inni. Valami jó magasra kell venni, gondolom. Aha, szóval ez ilyen időre van. Húha, nem szeretem az ilyen időre menő kapukat. Kincses láda. Titkos hely. És innen merre? Mondom, be kell menni a víz alá. Aha. Jól sejtettem.
miért nem arra mész fel, edző? Oh fuck. Sok mászás, basszus. Nem lehet, hogy nem fárad el amúgy. Jó, ezt szépen innen leszúrom. Aha. Van pár őr. Viszlát. Mi szerettek? Nem is baj, ha észrevesznek most. Hey, cittadino! Gyere, én várok rád. Várok rád, kedvesem. Assassinként érkeztem. Eccolo, you won't escape! You won't escape. Mondd ezt magadnak. Laggiù, what do you think you're... Így, né. Aha, és mit kell csinálnunk? Azt mondja, hogy... Az voltam ezeket a kapukat. Utána oda át kell menni. Bocs! Bocs, hogy megzavartam a semmit tevésedet. Request cutting patch. Na és akkor ide erre. Hogyha hogy vannak ilyen titkos helyek, basszus, akkor nem is vett. Találtam olyan sokat meg belőle. Sajnos. Jaj, nem már. Ó, bazd meg. Így mi? Sértni kell ugye ezeknél. Vagyok. Kiváló. Aha. Ezek a címereken kell átmenni. Ezt most nem akarok leesni. Jelenőrző pont. Addig jó, még nem... Ó, épp azt akartam, hogy addig jó, még nem ilyen lovagok vannak itt. Oké, és... Akkor már lassan a vége felé járok, szerintem. Gyere csak ide, haver! Van számadra egy meglepetése. Hogyha nem jössz közel, akkor én megyek oda. Így mi. Ezt mit fogsz tenni, hogyha észreveszel, mi? Ezt a lovagot jól lenne kikerülni. Indi. Hogyha a lovag ide jön, mondjuk. Nem fog ide jönni, mi? Igen, tetsz mi?
Olyan fáradt szeretem. Ne fáradja, én egész nap bírnám. Csávó vissza se tud támadni. Szétsorozom a fejét. Na mi van? Talán is egy kicsit szerencsétlen. Halló! Ennyit rólad. Jó, és akkor erre. Fel. Ez mit akarsz? Hát akarsz menni a rácsod hülyéjét. Ez. Nem már. Szerencsére ez volt az utolsó ilyen akadály. Úgy csak annyi kellett, hogy az első oszlopról ugrunk át oda-vissza. Én hülye meg túlkalkuláltam. Hát megint nem hozott sok pénzt. Rájön megér ez az Altair-féle cucc. Emeltek ez a játékban lévő legjobb cucc. Meg ott van a legjobb kard. Úgyhogy bízok benne, hogy megéri. Ez van hanyadik pecsét is? Negyedik? Na jó, itt is megvan minden. Pecsétkő. Roaldino titka. És most kijök valahol a csatornán? Vagy most mi lesz? Jó. Gondoltam. Be careful, Ezio. Do you know who that was? My next conquest. Ujj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 j
know. Her husband is... Husband? See, her husband is the Lord of Forli. That woman is as powerful and dangerous as she is young and beautiful. Sempre come una donna per me. Ennyi. És akkor most... Hol megyünk? Pontosan. Velencébe, igaz? Everything all right? Better than all right. You're making amazing progress. Amazing's quite a strong word. Then why are we stopping? Prolonged exposure to the Animus can have, side effects. Awesome. It's nothing to worry about. You haven't shown any of the symptoms. Symptoms? What symptoms? Degradation of cognition, temporal hallucinations, multiple awareness issues, overlapping realities, you know. So what you're saying is... What we're saying, Desmond, is if you're not careful, you may not need the Animus to visit with your ancestors, which wouldn't be a bad thing, assuming you could control it. Up until now, though, no one has. Subject 16. We have safeguards, Desmond. And they kept him in the Animus for way too long, sometimes days at a time. We're being careful with you. I hope so. Anyway, I was hoping we could test out your skill retention. See if you've picked up some of Ezio's abilities. I'm game. Great. Meet me downstairs when you're ready. Na. Jó, menjünk. És hol földszint? Erre? Liften nem lehet menni. Látszik, gyalog kell. De gyorsan odaért el. So what's the plan? We're gonna see what you've managed to retain. Come on.
Abstergo's out there, looking for us. They're better funded and better equipped, so it's only a matter of time before they find this place. We need to be ready for them when they do. I want you to activate the warehouse's defense system. I'll let you figure out how to reach the sensors. Oh, come on. Not even a hint? Open your eyes, Desmond. Hát jó. Ezt be kell nyomni, nem? Jó, hát akkor mászunk dobozokat. Azért úgy látszik, megmaradtak a képességeim, azt tudom, hogy meghalok. Még talán jobban is mozog, mint Ezio. Inni. Naruto futás. Csak az kell, amilyen piros, igaz? Aha. Akkor még lent, azt a lentet is kell. Ilyenkor nem segítek amúgy? Ez mi volt? Lucy? I'm seeing things. Do the hallucinations last longer than 30 seconds? No. Then it's nothing to be worried about. It'll pass. So, how am I doing? You've picked up every single one of the SEO skills. The adoption... Another day or two. Done. Uh-huh. All right, you gotta tell me. Why Ezio? Why Italy? I mean, we could have just gone back to Altair again. Followed him during his early years. It started with 16. Ah, good old Subject 16. He repainted my room, you know. With his blood. I'd been going through his files. Vidic flagged a couple of his Animus sessions. A bunch of different ancestors, different dates and locations. Ancient Africa, the Middle East. He became obsessed with Italy. I think he knew about the vault. Yeah, a few of the records of his later Animus sessions are missing. And the sessions that are there... After everything the Templars put him through... After everything I put him through... It's all scrambled. If we hadn't pushed 16 so hard, we'd have the answers already. And maybe he'd still be alive. So you're after the Codex and the Vault? I knew you had an ancestor in Italy who was at the center of all of this. Mik ezek a látomások, gondolom ezek az utóhatások. Over here, Desmond. Ja, már készen is vagyok? Nem kellett volna szólnod esetleg, hogy megvan be aktivál az összes? Alright, I think we're done for the day. You should get some rest. Lucy. What happened to 16 wasn't your fault. You were just as much a prisoner as I was. Thanks. Good night, Desmond. I'm glad you're here. Jaj, de aranyos. Desmond. Hát amíg te gyaloggolsz, addig inkább felfutok. A templomosok. Aker. Altair. What the hell? Not even in the Animus. I must have passed out. Just having some kind of weird dream. Going without sleep for who knows how long. Guess I shouldn't be surprised. That must be his target. Aha. Szóval most azt támadok, hogy Altairra vagyok, de közben Ezio vagyok, vagy mi? És
közben azt a csávót, hogy csaj kéne üldöznöm. És az hol tűnt? Milyen sok templomos. El lehet kapni? Látszik, nem csak követnem kell. Éj, te ki vagy? Ezek a lovókat nem érdekli, hogy itt sétálok. Állj már meg! Csajom? Szerintem ez egy csaj. Olyan kis testalkata van, meg vékony. Vagy csak egy kicsire nőtt férfi. Az lehet. Jaj, de jó, mászok fel, legtérem megint. És hogy? Felmászni most komolyan. Más útvonal kell ehhez, hogy úgy kell erre a szarra felugrani, oda, pontosan oda a legsarkára állunk és úgy ugrunk fel, tehát ki nem hitte volna az, hogy ez a bugos szargerenda. És még feljebb kell mászni, hát. Boldogság, komolyan. Sok mászás, imádok mászni. Nagyon. Most minek van ez az emlék? Ez egy álom, vagy mi? Ezt már nem értem. Na ki vagy te csaj? It's the woman from Aiden. What's her name? Maria. Yeah. I wonder what he wants with her. Whoa, her head wasn't expecting that. No, csak. Mária. Lefeküdtek a torony tetején. És most? Wait a second. Where am I following Alta? Stuck here with Maria. Oh shit. That must be. This is one weird dream. Ez mégis mi akart lenni? Most akkor Máriának én vagyok a gyereke, az az edző, vagy most mi van? Sorry to barge in on you like this, but it's getting late and we were... Hey, you okay? Yeah, all good. Weird dreams, that's all. All right. Cipikben alszik. I'll let you get ready. See you in a few. Utcai ruhában alszik a pali. Desmond. Ah, good of you to join us. Sorry, long night. What a professional, what a professional approach. Leave him alone. Well, you'll forgive me if I want to get some actual work done.
Madness, isn't it? Sean, please, that's enough. Kussoljál már be. Nagy szájú. Okos Tony. Mehetünk vissza. Na, mennyit eltett pár év? Bleeding effect. Most vagyunk Velencében. Velencei köztársaság 1481. Aha. Jó nagy. Azt hittem, hogy kisebb lesz. Na. Mit mondasz? Messer Da Vinci! Yes? Buongiorno e ben arrivato. I'm Elvise. Signor Donna has asked that I escort you to the workshop. Are you ready? Hopp, az kiért. Méletlen elutasítottam. Nem is értem, hogy miért a shiftre van rárakva. Yes? Buongiorno e ben arrivato. I'm Elvise. Jó van, Signor Donna has asked that I escort you to the workshop. Are you ready? Hogy polgott ez? Nem is értem, hogy miért a shiftre van rárakva az elutasítás. Miért nem lett az escape? Alice de Valandino. Vilantino. Csomaghordár. What other place is as beautiful, as stable, as perfect? Jó van. Come, I will show you her wonders. Our first stop, the Rialto Bridge. Behold the elegance with which she stands. Rialto. A symbol of Venetian unity and pride. Let us continue. Köszönjük az idegenvezetést. All this church in Venezia. Isn't she beautiful? And her clock tower. Magnifico. Come, come. There's more to see. Hát megnéz... Szépnek szép, jó. No other city can match the size of Venezia's markets. Be it spices or silk, from near and far. There is. You were told to stay home, but the rent is paid. I have every right to sell here. Emilio disagrees. No, stop. No, nehéz meg a szint. The tour. Sok helyre kell meg menni, Leonardo vagy hogy hívnak már. Most mi van? Ó, ez egy favágot. Look. Isn't it amazing? Would you mind buying it for me? I left my money with my bags. Hey, on your step, Corleone. Elopta a pénzem. Mi? Jó. Kis rabló csaj volt. I may be expensive, but my goods are worth the extra money. They say they're fighting for the people. For freedom or some such nonsense. Bajanate, if you ask me. They destroyed my stand. I demand compensation. Here you are, then. The Doge will know about this. I'll report you to the council. Good luck with that, my friend. What are you doing? You're under arrest for disrupting commerce. What? You just invented that. There's no such law. There is now. No! Most már. A rohadékok. Szegény palit basszus. Tökre tették a standját, azt még meg is ölik. Vagy jó, szétverik. Nincs is ilyen törvény. Döbos párban én hoztam. A rohadékok.
Oh, és itt az új lakás. And now I present to you your workshop, Ser Da Vinci. We spared no expense in its design. You'll see, it is perfect, as if you never left Firenze. I wish you great success and hope you enjoy Venezia as much as she enjoys having you. Ilyen örömteli fogadtatás. So, here we are. Exciting, isn't it? Care to come in? Maybe later. I need to visit the Palazzo della Seta. Try and gain an audience with Emilio. As you wish. But should you find yourself with free time, or another codex page, don't hesitate to visit. My door is always open. Grazie, my friend. Di nulla. Basszus. Kellett volna nyomni egy ölelést. A francba lemaradtam az ölelésről. A fenébe. Aj, már korban pár. Leonardo. Ezio, so good to see you. How can I help you? Ha ha! You found another one! How exciting! Milyen izgalmas. Na, mit tanulunk? Is this an inverted Caesar shift? If I just substitute these letters here, I've got it. Emilio Barbarigo, titan of Venetian industry, terror of the underworld. Aided by his powerful family, he cornered the market through smart business practices such as edging out the competition and lobbying the government. He funded the Venetian police force almost single-handedly, keeping the streets safe from crime and his finances tax-free. Emilio claims to be a supporter of the Republic. The problem is, once you own the police force, voting becomes, well, inefficient. As does, you know, opposition. Látszik, hogy leszok itt kiiktatok legközelebb. Kaptam egy elterő négyzetet az emelő adtam. Az jó. Na, szerintem én nem fogom folytatni a következő részben, mert eléggé sokat utaztam, meg sok minden történt. Úgyhogy akinek tetszett a videó, az nyomj lájkot, iratkozzon felé, és találkozom a következő részben. Addig, sziasztok!